szekszárdi nyugdíjas klub farsangi bájára látogattunk el, amelyet itt a Babits Mihály művelődési házban rendeztek. Mi is megbizonyosodhatunk arról, hogy az idősebb korosztály is tud jól mulatni. A Babits nyugdíjas klub nagy múltra tekint vissza, 1971-ben alapították meg, majd 2000-ben újjászervezték a mai tagok. Akkor még csak 10 voltak, most arra azonban már 80-an vannak, és a tagok száma évről évre nő. Most az 5. éve tartjuk meg ezt a nagyon szép hagyományőrző farsangot, és amint a melléket ábra mutatja, hogy az asszonyok megfiatalodnak, gyerekként beöltöznek, különböző figurát öltenek magukra, azért, hogy magukat és a társaikat szórakoztassák. És mi gyerekké változtunk át, hiszen a mi fiatalságunkkor ez a népszokás volt, és mi ezt szeretnénk ápolni, és gyermekeinknek, unokáinknak átadni. Erre az alkalomra a nyugdíjas klub vendégeket is hívott, akik a Gyönki, Kölesdi és a különböző társklubjaik tagjai. Erre az alkalomra nem csak a hagyományőrzés, hanem a szórakozás, a kikapcsolódás, hiszen ebben nagyon-nagyon nehéz világban szükség van az idős embereknek egy kicsit kikapcsolódni és fellélegezni, bút feledni és egymással elbeszélgetni. A szervezők szorgalmasan készülöttek a bára, nem csak jelmezekkel, hanem gazdagon megterített asztalokkal is. A farsangolása jelmezes felvonulással kezdődött. A legtöbben egyénileg öltöztek be, voltak azonban csoportos felvonulók is. Mint ápolónő voltam, és itt egy első segélyt is nyújtottunk, mert valaki rosszul volt, és meghallgattam a szívét, és utána lekezeltük, és rendbe lett. A vendégek meglepetésére a szekszárdi nyugdíjas klub néhány hölgy tagja cigányasszonyként jelent meg a tánctéren a felvonulás után. A talpa alávalót a nyugdíjas klub tagjaiból álló zenekar szolgáltatta, a tánctér sosem volt üres. Megkérdeztünk néhány résztvevőt, ők hogy érzik magukat a karneváli hangulatban. Kicsit fáradt vagyok, már eddig dolgoztam. És nem akart beöltözni már esetleg? Hát egy kicsit én is felvonultam, de nem. Nem, mert fáradt vagyok kicsit, és hát most nem volt kedvem, majd jövőre. Hát általában 7 óráig jól érzik az idősek magukat, vagy szépkorúak, igen, így mondják. Hogy érzi magát a farsangi báló? Köszönöm szépen, nagyon jól. Hát ilyen aranyos kis bevaddaikállok. És meddig fognak majd szórakozni? Hát nem tudom, hogy milyen kitartó lesz a társaság, de nagyon jó szokott lenni. A bálozók kifulladásig mulatozhatnak. Nem csak mulatunk, hanem eszünk, iszunk is, természetesen mértékkel, mondta el Dózsa Gyuláné.